pedig a hadöreg! Gondolom nem kell őket bemutatnom. Egy informatikai cég irodájában vagyunk, ahol a főfőnök kitalálja, hogy a kellemetlen intézkedéseket egy távoli, soha nem látott csúcsigazgatóra, a főfőnökre keni. Így meg tudja őrizni alkalmazottai szeretetét. Egy nap azonban a főfőnöknek személyesen is meg kell jelenni az irodában, és ebből számos bonyodalom keletkezik. Lars von Trier, dán rendező 2006-ban forgatott filmje, amelyből az előadás született, több hazai színpadon is sikert aratott már. Az a tény, hogy az alkotók filmes forgatókönyvből dolgoztak, a rendező szerint bonyolultabbá tette a próba folyamatot. Akármennyire is próbálja az ember színházra adaptálni, ez meg fogja őrizni a filmes jellegét, ami ugye egyrészt azzal jár, hogy snittekben áll, tehát sok pici rövid jelenetből, meg sok helyszínváltásból, ami tulajdonképpen nagyon komoly, praktikus nehézségeket okoz, hogy az aztán igazán olajozottan és finoman működjön a végére, illetve az is érdekes, hogy bizonyos egyetemben filmszínészetre van írva, tehát egy másfajta színészetre van írva, és az is egy külön munka, hogy az ember megtalálja, vagy megérezze azt, hogy ezek a mondatok, amik egy minimálabb színészetre vannak írva, hogy fognak plasztikusra megszólalni a színpadon. Christophert, a főfőnököt, aki valójában egy munkanélküli színész, Horváth László Attila alakítja. Egy nagyképű állástalan színész, aki munkához jutott. Hőskorában ő egy, hogy mondjak, egy alternatív workshopos, stb. Világ megváltó új színház csinálásával foglalkozott, de valahogy nem jött be neki, és akkor most, hogy mondja, nézzük, látni fogja, hogy kapott egy feladatot a dologba, és hát ehhez képest nyúl hozzá természetesen a dolgokhoz. A szórakoztató előadásban társadalmunk szinte minden jellegzetes típusa megjelenik, erősen görbetükörben.